Centrumban a Soroksár SC. Egy káprázatos őszi szereplés után következnek az újabb fordulók, és ezeknek a szakmai részleteiről, a felkészülésről beszélgetünk itt a stúdióban. És nem titkoljuk el azt sem, hogy majd egy későbbi alkalommal talán részletesebben is szólunk egy olyan váltásról, amely Szücs Mihály házatáján készülődik. Először egy-két mondatban intézzük el ezt, és aztán utána menjünk a focira közvetlenül. Szóval mi történik? Igazából nem kell be sokkal többet belelátni, mint ami valójában történt. 5 év után végülis váltani fogok. Nekem most márciusban ugye lejár az önkormányzattal a megbízásom, és ezt saját kérésre nem hosszabbítottuk meg. Volt egy másik csapattól egy felkérésem, ami egy újabb kihívást jelent számomra, és gyakorlatilag emellett döntöttem. Szóval az élet természetes változásai közé sorolhatjuk ezt is, és nincs semmi egyéb a háttérben. Ne, semmit nem kell belelátni, úgyhogy semmi olyan, ami egy kicsit a bulvár irányába vinnél a dolgokat, semmi ilyen nincsen. Gyakorlatilag tényleg nekem úgy gondolom, egy újabb szakmai kihívás lesz, és megpróbálok ebbe belevágni. Az élet majd eldönti, hogy jó döntést hoztam-e vagy sem. Jó, de hát erről majd esetleg akár még később beszélünk, hiszen még 2 hónapig ugyanakkor itt kell nyomni a pedált, és hol tartanak a játékosok, hol tart a felkészülés, egyáltalán mi újság? Én azt gondolom, hogy ugye az egész 2016-os évünkkel megalapoztuk, hogy most egy nyugodt felkészülésünk van, sokkal nyugodtabb, mint mondjuk a tavalyi ilyenkori időszak volt. Tavaly télen azért egy elég zaklatott átigazolási időszakon mentünk keresztül, amit most hála jó Istennek ugye nem így van, mert gyakorlatilag a keret teljesen együtt maradt. Ugye vannak pozitív távozóink, akiket ugye nagyon sajnálunk nyilván, hogy elmentek a csapattól, de ez mind a Soroksárnak, mind az egész stábnak ugye a munkáját minősít. Ugye a Holzer Ádám a Ferencvároshoz igazolt vissza, a Csillus Ádámot pedig elvitte a Puskás Akadémia, mert azt gondolom, hogy mindkét játékos számára egy erőlépés, egy nagy lehetőség, és még egyszer mondom, ez gyakorlatilag a mi munkánkat is minősíti. Ugye a helyükre kellett igazolni játékosokat. A kapuba én azt gondolom, hogy szintén jó nevű kapus érkezett, mert a Fradiból kölcsönből megkaptuk így a Jova Leventét, aki azért fiatal kora ellenére azért 2 éven keresztül védte folyamatosan a Ferencváros kapuját. A Dibusz Dénes kiszorította, de hát ugye azt gondolom, a Dénes azért válogatott kapus, úgyhogy nem kell ezért szégyenkeznie. Ő most nagyon tetre készen, és tényleg tele vágya, bizonyítási vágyal érkezett hozzánk. Nagyon bízok benne, hogy jó teljesítmény fog nyújtani. Valamint az Ádám helyére, a Csillus Ádám helyére jött a Nagy Olivér, aki egyébként már NB1-es múlta is rendelkezik, szintén tehetséges játékosokat várunk tőle tavasszal. És milyen elemekből áll a felkészülés, mit vártok a csapattól? Szóval mi lesz pontosan? Hát mégis most lehet azt mondani, hála jó Istennek, és tényleg itt mind az önkormányzat, mind a szponzoroknak, mindenkinek megköszönve, hogy most már 3. éve tudunk menni edzőtáborba Törökországba. Ott a lényegesen, főleg most egy kicsit így föl is erősödött ennek a jelentősége, hogy már annyira mostuha körülmények vannak, most annyira hideg van, hogy gyakorlatilag a finom munkát, ugye a taktikai elemek begyakorlását azt kint el tudjuk végezni. Valamint, ami nagyon fontos, hogy ott azért olyan ellenfeleket, teljesen más futballkultúrából jött ellenfeleket tudunk megküzdeni, amire itthon nincsen lehetőség. Az addig eltöltött időszak, mert rendesen ugye kint Soroksáron, a Haraszti úton végeztük a munkát. Én azt gondolom a hidegre való tekintettel, de hála jó Istennek tényleg még egyszer mondom, hogy van a fedett sátrunk is, úgyhogy én azt gondolom, a munkát el tudtuk végezni, de mondom, a finomítás az most lesz még a török. Egyébként a korábbi tapasztalatokra alapozva oszd meg velünk, légy szíves, hogy milyen ott Törökországban. A fű az ott is zöld valószínűleg, de egyébként milyen a környezet, miből lehet tudni, hogy Törökországban vagytok? Hát azt gondolom, hogy jó kezdted, mert a fű zöld. Ami itthon most még csak sárga, meg fagyott, meg fehér, meg deres, meg minden. Nagyon fontos az, hogy nem műfűben, hanem tényleg jó minőségű pályákon tudunk edzeni.
lényegesen melegebb van, mert azért nem azt mondom, hogy kánikula, de azért 15-20 fok van folyamatosan, ami az itteni mínusz tízekhez képest azért lényegesen jobb időjárás, és hát az, hogy gyakorlatilag a pihenés meg a terhelésnek az aránya sokkal könnyebben megtörténik, mert ugye jó körülmények között szállodában vagyunk napi 3-4-szer étkezéssel, úgyhogy én azt gondolom, tényleg minden feltétel biztosítva van ahhoz, hogy sikeresek legyünk tavasszal is. És mik azok a ilyen apró jelek, esetleg egy müezzin hangja, vagy valami, ami speciálisan török, van-e ott olyan lokális bazár, szóval hát, hangulata milyen ennek a helynek? Hát ugye ez a üdülővezetekben lettek kialakítva ezek a szállodák, ahol gyakorlatilag ezek az edzőtáborok működnek, ez végül a tengerparton, ez több városban is van, mi Szidébe megyünk idén, Antaliától ez kb. 50-60 kilométerre van. Nem olyan, mint egy nagyváros, hanem arra kell gondolni, hogy tele van mecsetekkel, és tényleg a műenziből ébredünk minden reggel, de ettől függetlenül ugye ezek a jelenségek megvannak, mini bazárok vannak, de mondom, minden kicsiben van, végül is azért lehet érezni, hogy Törökországban vagyunk, nem csak a szállodáról, meg a tengerpartról, hanem azért ezek az apró kis momentumok azért megvannak. Miután tudom, hogy alaposan figyelitek a hírfolyamot a egyéb csapatok házatájáról is, milyen információk vannak, amiket fölcsíptetek az utóbbi időben a többiekről, hiszen nagyon sok minden múlik majd azon, hogy hogyan szerepel a csapat, hogy tudnélik a többiek, hogy bringáznak. Hát azt tudni kell, és ezt mindig el szoktam mondani, és ez sajnos, vagy nem sajnos, de hát ugye ez a másodosztály bajnokság szerintem az egyik legkiegyenlítettebb, legkiegyensúlyozottabb bajnokság, itt nincsenek lefutott meccsek. Szóval gyakorlatilag az első helyezett jelen pillanatban a Puskás Akadémia elmegy Cigánra, akkor sem egy lefutott mérkőzés, hiába van esetleg óriási költségvetési különbség, vagy úgymond tudás különbség. Ebben az osztályban mindenki kiválóan megtanult már védekezni, és ugye nagyon nehéz feltörni ezeket a védelmeket. Én azt gondolom, hogy minden csapat, ugye mi a célja, ugye azok a csapatok, akik kiesést szeretnék elkerülni, úgy, mint mi mondjuk mi tavaly télen, és mi is ugye erősítettünk. Megfigyelhet, hogy ezek a csapatok idén is azért mindent elkövettek azért, hogy elkerüljék a kiesést, míg azok a csapatok, akik pedig mondjuk szeretnének feljutni, szintén minden követ megmozgattak, hogy a lehetőségeikhez képest a legjobban megerősítsék a csapatukat, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és nagyon, nagyon nehéz tavasz vár ránk is. Az SSC-vel kapcsolatban megfogalmazódik az elvárás, hogy jusson föl a csapat? Mi azt szoktuk mondani, hogy mindig a következő meccset szeretném megnyerni, és azt mondja, hogy a végén ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk. Nyilván szeretném minél előrébb végezni, mert az egy óriási rang minden játékosnak. Az, hogy majd a licenc feltételeknek meg tudunk-e felelni, vagy sem, az majd az a jövő zenéje, ahogy szokták mondani, de én azt gondolom, hogy nekünk elsősorban a pályán kell, ugye a sportpályán kell megmutatni azt, hogy hol végzünk, aztán utána majd eldől, hogy mi lesz velünk. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm.